Cegléden és a térségben is több ezer ingatlant érint a kerti kutak bejelentési kötelezettsége, melynek határidejét többször is meghosszabbította a kormány. Végül társadalmi vitára bocsátották a vízgazdálkodási törvény módosítását. Erről beszélt elsőként mai Fogadóra magazinunkban a térség országgyűlési képviselője. Földi László örömteli hírről számolt be a leendő módosítás kapcsán. A kerti kutakat, amelyek 50 méternél nem mélyebbek, ad egy, a kettő 500 köbméter per évnél több vizet nem hoz föl a felszínre, ezekkel nem kell semmit kezdeni. Tehát nem kell bejelenteni? Nem kell bejelenteni. Nem kell bejelenteni, amely kutak 2020. január 1-e előtt meglesznek, megvannak. A felesleges ügyintézéstől és a regisztráció költségeitől mentesülnek tehát a 2024. január 1-e előtt létesített kutak tulajdonosai. Földi László elmondta, szorgalmazni fogja a szaktárcánál, hogy akik már megtették a regisztrációt és kifizették a bejelentési dokumentációval járó költségeket, valamiképpen kapjanak kárpótlást. Földi Lászlót a Cegléden és a térségben zajló beruházásokról is kérdezte Velkei G. Mátyás. Természetesen a sportcsarnok várható átadása is szóba került. Az engedélyek kiadására várunk, hogy aztán az pontosan hogy jön meg, azt nem tudom mondani. De ez már a célegyenes. Ez már a célegyenes. Hát legkésőbb szerintem júniusban át fogjuk tudni adni a csarnokot. A képviselő a Csemmő-Zöldhalmi részen megvalósuló kerékpárútról is beszélt. Földi László sokat lobbizott a bicikli útért, hamarosan pedig el is kezdődik a zöldhalmi sűrűn lakott település résznek az orvosi rendelőtől a Pipacsik tartó szakaszán a kerékpárút építése. Lezajlott a közbeszerzés, megvan a kivitelező, és mivel az önkormányzat az áremelkedések miatt minisztériumi támogatást kért, 16 millió forintot durván, ezt meg is kapta a község önkormányzata, tehát most úgy néz ki, hogy bármelyik pillanatban elindulhat. Tehát akkor lesz. Lesz, ez a szakasz meg lesz. Földi László örömmel számolt be róla, hogy jól halad a Kossuth gimnázium és a rendelőintézet építése, épp úgy, mint Nagykörös és Kecskemét között a 441-es út felújítása, valamint az M44-es elkerülő út építése. Erről múlt héten Dömötör Csaba államtitkárral személyesen is meggyőződtek. A képviselő beszélt a kamatstopról, amivel több mint 350 ezer családnak és több százezer kisvállalkozásnak segítenek, de szó esett a pápa látogatásról, az uniós forrásokról és az orosz-ukrán háborúról is. A teljes beszélgetést ma a híradót követően láthatják.